Ma reggel azt mondta Hiller István, hogy sokkal több szavazó választana baloldali pártokat, ha azok a belső viták helyett az ország és a választók valódi problémáival foglalkoznának. Mondott még mást is, beszélünk róla. A Figyelőben jelent meg az a mondat, hogy a miniszterelnök még az idén megválik minden Simicska körébe tartozó vezetőtől. Ugye nem titok, hogy Vida Ildikóra gondolnak egyrészt. Azután Orbán Viktor maga mondta, hogy a halálbüntetés bevezetése vagy be nem vezetése kerüljön vissza a nemzetállami jogkörbe. Ez lenne a magyar követelés. És ezekről a témákról beszélünk mi a következő egy órában. Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Itt vannak vendégeink, és lássuk, kik jöttek el ma este hozzánk. Horn Gábor 58 éves közgazdász, pedagógus, a Corvinuson tanított, 88-ban az egyik alapítója volt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének, 5 éven át vezette és koordinálta a Soros Alapítvány oktatási programját. A rendszerváltáskor lépett be az SZDSZ-ben, 94-től országgyűlési képviselője, 2002 és 9 között kampányfőnöke volt, 2002-től 2008-ig koordinációs államtitkárként dolgozott a miniszterelnöki hivatalban, 2010-től pedig a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke. Lánci Tamás 36 éves politológus, a Század Vég vezető politikai elemzője és politikai tanácsadója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, korábban a Közgazdasági és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára volt. Lakatos Júlia 29 éves politológus, 2008 óta a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzője, tanulmányai számos kötetben és a nyomtatott és elektronikus médiában jelennek meg, rendszeres kommentátora a magyarországi híreknek a külföldi sajtóban. Szakterülete a sikeres nyugati példák magyarországi adaptálása. És Mázár Gostan Sámuel 34 éves politológus, a Nézőpont Intézet alapítója és vezetője, az ELTE jogi karán tanult politológiát, most pedig ugyanott tanítja, szakterülete az európai belpolitika. Köszönöm, hogy eljöttetek. Azt mondja Hiller István ma reggel itt az ATV-ben, hogy a négy út közül, amit Szekeres Imre május 1-én felvázolt, ő annak a híve, hogy házon belülről indulva egyfajta az összefogás szót kerülve valamiféle közös gondolkodásban egy közös nagy pártot kellene létrehozni az ellenzéki oldalon. Ő ebben részt venne, sőt, akár Gyurcsány Ferenccel maga is leülne erről tárgyalni. Van ennek értelme? Kezdjük akkor innen. Hát, Vagy van-e más út, ha ennek nincs? Egészen biztosan van. Tehát én azt gondolom, hogy azok a viták, amik a baloldalon zajlanak, azok elég szűk látókörű viták, és csak az adott helyzetnél egy fokkal jobb megoldásokat kínálnak föl, tehát szervezeti új felállás, a csapatok átmozgatása, de egy igazi, mélyre jövő megújulás hiányzik belőle, ami a baloldal valódi válságára, morális, vezetési, programmatikus válságára választ tudna adni. Ezt a gondolatot én, az az igazság, hogy már sokszor elismételtem, de azért, mert már nagyon régóta ez a helyzet, és ezek a felvetések Szekeres Imrétől kezdve Hiller Istvánig nem ígérik azt a elemző szemnek, hogy valami vadonatúj, igazi megújulást tudna a baloldalban. Kell-e vadonatúj? Nincs-e a választók körében egyfajta nosztalgia azokban, akiknek nagyon nem tetszik az elmúlt néhány év, hogy de azért 2010 előtt mégiscsak jobb volt, és akkor vannak olyan figurák, akiket nem amortizált le az előtte levő időszak. Van ilyen, bocsánat, hogy megint magamhoz ragadom a szót, van ilyen, de ez 15-25% a választóknak, és semmilyen választási rendszerben nem lenne elég ahhoz, hogy a hatalom az ország irányításának a közelébe keveredjen a baloldal. Én ezt egészet egy illúziónak látom, szóval lehet ezekkel előjönni, hogy akkor új párt, megújulás. Egy ilyen szerintem csak kívülről jöhetne. Tehát ha a baloldalnak ez a fajta megújulási folyamata, ahol létrejön valami egészen új, ez nem Hiller Istvánnal, és nem Gyurcsány Ferenccel, és nem a többiekkel, Szekeres Imrével, és a többi, akikkel én együtt dolgoztam, tehát jól ismerem, történik meg. Létrejöhetne kívülről egy radikálisabb, szélsőbb helyen lévő baloldali párt, de ennek sem
látom a körvonalait. Én azt gondolom, hogy annak az ideje van itt, hogyha ezek a pártok nekigyűrköznek, és mondjuk 2017-ig dolgoznak azon, hogy van-e és hol van szavazójuk. Derüljön ki, hogy az MSZP-nek láthatóan, mert mindig van egy 17-20%-a, most attól függ, hogy melyik kutató intézetet nézzük a kutatásoknál, láthatóan a Gyurcsánynak is van egy fajta támogatói köre, van egy Gyurcsány fanklub Magyarországon, ez is lehet egy 5-7%-os. Nagy kérdés, hogy a két másik magát baloldalinak gondoló pártnak, az Együttnek és a PM-nek külön-külön mennyi van, a kutatások szerint minimális, de hát nézzük meg, témájuk van mind a kettőnek. Az egyiknek juhász vezetésével a korrupciós ügyek leleplezése, a másiknak ez a feltétel nélkül alapjövedelem. De nagyon, ne haragudjuk közben, az nagyon érdekes, amit mondasz, az első mondatottól kezdve, mert én azt az ellentmondást látom benne, hogy mondod, hogy a régiekkel nem lehet, ez egy illúzió, és mondod azért, mert ismered őket, bár tán nem ezzel magyarázod, majd elmondod azt, hogy de mégiscsak velük kellene. Nem, nem azt mondom, hogy nem lehet, azt mondom, hogy annak van ott az ideje, hogy próbálják meg, nézzék meg, van erre most idő. Én abban hiszek, és ezt már sokszor elmondtam, mint hogy te a másikat, hogy nem füllett szobákban, cigarettafüstben kell megállapodni arról, hogy most akkor a baloldalon kik vannak és miért vannak, hanem lehet egy előválasztási rendszerben, mondjuk 2017 őszén egymásnak feszülni, nem a választások alatt, mint 2014-ben, ahol az utolsó három hónapban másról se szólt a dolog, mint hogy ki győz le belül egymás között, és egy ilyen előválasztási rendszer, amit ismerünk akár az Egyesült Államokban, akár Franciaországban, akár Olaszországban is a sajátos formájában, neki lehet egymásnak feszülni, kiderülhet, hogy a baloldali választók mit gondolnak, mert azért ez egy nagyon fontos sajátosság, még Tapolcának is az a tapasztalata számomra, hogy Tapolcán is volt 27%-nyi baloldali szavazó. Tehát nem arról van szó, mint Lengyelországban, hogy eltűntek a baloldali szavazók, ebben az országban van egy erőteljes baloldali elkötelezettségű tábor, csak ezt a tábort ma nem tudja megszólítani, azok nem tudják megszólítani, akik csatasorba állnak a megszólításért, és szerintem ezt nem lehet nélkülük eldönteni, a tábor nélkül, hogy ki mennyit ér ebben. Például térjünk vissza, de akkor itt van egy újabb kérdés. Hát azt mondod, hogy van 20%-valahány baloldali szavazó. Hát, talán még kicsit több is. Ez pont kevés ahhoz, hogy egymaga a baloldal bármit erjen a Jobbik nélkül. És akkor itt vagyunk, akkor ne is menjünk már sokkal messzebb Tapolcától. Akkor itt vagyunk ennél a mostani tapolcai esetnél, ahol a polgármester jobbikos, az alpolgármester most már volt MSZP-s. De van-e más út? Tehát van-e más út, hogyha valaki komolyan gondolja azt, hogy le kell váltani a Fideszt? Tehát összefogjon a baloldal Jobbikkal, ez csak a... Hogy fogjon össze, én azt kérdezem, hogy mi a megoldás arra a helyzetre, hogy mondjuk van 30% fölött alatt lévő de nagy tömb. Ez azért nem egy konyha, ahol a kész alapanyagok összekeverésével lehet csak dolgozni, hanem lehet valami egészen újat is kisütni. Én azt gondolom, hogy pont azt hiányoltad az előbb, hogy az újat nem látod. Hát pont ezt hiányolom továbbra is, hogy nincs új, de lehetne új. Hát nézzük meg a Fidesz történetét. Nem úgy történt ez, hogy egyik pártnak meg másik pártnak a kompakt szavazóbázisát lenyelte, hanem valami olyasmit kínált, ami értékrend alapon hát, meg is, tudott... Ez is történt azért, meg tudod szólítani a KDRP-t, MDF-et visszaidézzük, ez is történt. Hát, ez is benne van, de ha nem tudott volna olyat kínálni, hogy 2,5 millió szavazót megszólítson, akkor hiába nyeli le ezeket a pártokat, lehet, hogy nem lett volna semmi megújulás, vagy nem tudta volna bővíteni a táborát. A baloldalnak is valami egészen újat kellene a választópolgároknak adni, és a Jobbikkal való együttműködés az akkora meghasonlása lenne a baloldalnak. Annyira kellemetlen az, ami most Tapolcán zajlik szerintem. Az egész baloldal elmúlt 6 évének retorikáját megkérdőjelezi, és már-már azt a kérdést veti föl, hogy ez vajon csak lokális szinten zajlik-e, vagy központilag is így gondolkodnak, hiszen te is ezt a kérdést vetett föl, hogy a Jobbikkal való együttműködés a győzelem záloga. Ha ez fölvetődik egy komolyan... Adott helyzetben a Fidesz kérdése is lehet. Nem hiszem, mert a Fidesz abban érdekelt, hogy koalíció mentesen tudjon kormányozni, és minden közben... Hát nyilván a baloldal is ebben érdekelt. Hát a baloldal nem tett meg ehhez szükséges lépéseket, a Fidesz meg mégiscsak 2010-ben és 2014-ben is megtett. De hát hiszen pont azért beszélgetünk erről most, mert ezek a szükséges lépések... De ez a kérdés lépések, komolyan felvetődik, az a baloldal teljes elhiteltelenéshez vezet, a 0-10 skálán a mínusz tartományt is akkor megismerni. Szerintem alapvetően nem jó összekeverni ezt a két történetet, mind a kettő külön-külön is izgalmas, fogunk róla tudni beszélni. Ha az első kérdést nézzük, ténylegesen fontos megnézni, hogy a Fidesznek mi volt a történet, és miért tudott ekkorává nőni. Az nem a semmiből jött elő, az nagyon sok év munkája, és igen, kell valamilyen szellemi alaptermék, amit a választók elé lehet
tárni, és azt ténylegesen kell párbeszéd, nem mondom, hogy konzultáció, mert ez most rosszul cseng. Nem cseng az rosszul. Hát, aki, hát ha nemzeti, kínek, akkor az nem lesz. De mindenképpen kell vita, és kell valamiféle plusz töltet ahhoz képest, ami most van. Az, hogy most ez régi emberekkel, új emberekkel, ez nyilván egy olyan vita, amit meg kell vívni, viszont kell, hogy legyen egy olyan elhatározás, hogy valóban a baloldal is valahogyan kinőjön egy nagy párttá, mert ilyen jelenlegi fragmentált állapotában semmit nem tud kezdeni. Szerintem nagyon érdekes a brit választás. Pont azt látjuk, hogy megint van egy olyan baloldali párt, ami ugyanaz előtt a kihívás előtt áll, ami előtt a magyar baloldal, hát most már lassan egy évtizede. Tehát 25 év alatt nem volt képes a magyar baloldal valamilyen módon megfogalmazni egy modern baloldali gondolkodás, volt erre kísérlet, láttuk Gyurcsány Ferenc idejében egy ilyen progresszív baloldal. Nem is értem, hogy miért nem nyúlt még senki vissza erre az időszakhoz, és ennek az időszaknak a gondolatai. Úgy kellene kezdeni a visszanyúlás, hogy elhatárolódnak Gyurcsány Ferenctől, és ez az a lépés, amit a baloldal egyetlen politikusa sem mert eddig bátran megtenni. Bocsás, még egyelőre még olyat se látok, aki azt mondaná, hogy bennem van annyi bátorság, és ami még fontosabb, van annyi plusz gondolat, vagy van egy olyan üzenetem, amivel én szívesen kiállnék a választók elé, amivel el tudna használni. Szerintem a baloldal válságának mértékéről szóló versenyt megnyerném. Tehát a hitelesség, vezetési, programválság, morális problémák, ezeket mind sorolhatjuk. Ebben nagy rutinod is van valóban. Ahogy hát de a tények alátámasztják a diagnózisomat. Akkor menjünk vissza egy picit a Tapolca ügyéhez. Itt van Lévai József Tapolca, volt MSZP-s helyi vezetője, most már alpolgármestere, néhány mondata. Ez egy olyan kihívás, ami elől nem lehet elfutni. Megtisztelőnek tartom, hogy a gazdasági ügyek intézésére engem kért fel Dobóz Zoltán, a városi jobbikos polgármestere. Tudtam, hogy milyen következményei lesznek ennek a párton belül, ennek ellenére igent mondtam, és döntésemmel saját választóim is egyetértenek. Helyben mások a szabályok, mint az országos politikában, itt a település ügyeivel kell foglalkozni. Hát ez egy, igen, itt sok kérdés merül fel az utolsó mondatból. Hát fakadóan. Az elsőből is szerintem. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy félreértés. Ez egyébként a magyar önkormányzati életben gyakorta feltűnő félreértés, hogy van az országos politika, vannak az értékek, elvek, és ha jól értem, akkor ezt helyben nem kell figyelembe, mert ez a mondat nagyjából ezt jelenti. És talán az sem minden, hogy mondjam, gondolat nélküli, hogy pont a gazdasági területet kapta a kollega, mint feladatot a Tapolcán, ugye, ami egy sajátos terület. Közbeszerzések. Igen. Én azt gondolom, hogy tényleg tiszte, én azt fontosnak tartom, hogy a pártok legyenek következetesek a saját értékválasztásukban. Amit a Jobbik képvisel, miközben egy kicsit szalonképesebben is teszi mostanában ezt, és ezt azért teheti, mert engedtük magam, most mindig az ember a saját felelőssége tud beszélni, abban az értelemben engedtük, hogy akár engedtük 2002 és 2008 között, amíg nekem ezen kormányon szerepem volt felelősségem, akár utána értelmiségiként a Jobbikot kiengedte a magyar közgondolkodása a szorításból, és szerintem ezt nem szabadott volna megtenni. Ennek nagyon súlyos következménye lehetnek, mert lehet, hogy az lesz, hogy a Jobbik ügyben akkor fog a magyar társadalom igazán majd döntést hozni, amikor ezt kipróbálta. Tehát én kezdem azt érzékelni, hogy az irányba megyünk, hogy ezt ki kell próbálni. Hozzáteszem, én nem gondolom azt, hogy ki kéne, a közvélemény ezt gondolja, hogy azért az is az igazság. A Nézőpont intézet kutatása azt mutatta, hogy a magyarok nem szeretnék, ha a Jobbik kormányra kerülne. Vonalában nem tartják alkalmas kormányfőnek. Legyen, Ágoston, de erre majd visszatérhetünk 2018-ban, de amit én látok jelenleg, hogy az egyértelmű elhatározódás az egy nagyon-nagyon fontos alapérték, és különösen a baloldal számára ez fontos alapérték, és szerintem ezt következetesen végig kell csinálni. Nem csak itt, hanem mindenütt le kell zárni a baloldalnak, a Jobbikkal való koketálást akár helyi szinten is, nem lehetséges ez. Nincs erre mód, nincs erre szükség, nem mehet az ország ebbe az irányba. Egyértelművé kell tenni azt, hogy van egy olyan erő Magyarországon, ami sajnos, majd meglátjuk, hogy mivel bír és mennyit jelent. Az ártatlanság egy fontos érték sajnos, hogy ők még nem voltak, mindenki más a magyar politikai elitből volt már. Ezzel akár egy nagyon rossz helyzetben választás is lehet nyerni. Halkan jegyzem meg, hogy ez az együttműködés nem is biztos, hogy most jött létre, hanem jó eséllyel már a választási kampány alatt. És ha megnézzük a részletes választási eredményeket Tapolcán, akkor ott a Jobbik a baloldaltól is elvett szavazatokat. Tehát 14 áprilisához képest a baloldal kevesebb szavazatot kapott, a Jobbik meg többet a településen.
tudjuk igazából, hogy volt egy ilyen összefüggés. De azért arra lehet következtetni, hogy ez a választási kampány. De van itt egy másik kérdés. Ez a kollega ez biztos nem harcolt minden eszközzel azért, hogy ne a Jobbikos nyerje meg a választást. Könnyen elképzelhető volt számára egy ilyen ígéret. Igen, de ezt nem tudjuk. Viszont a Fidesz is, a baloldal is, az MSZP is arra hivatkozott a tapolcai választás végeredménye után, hogy hát de lehet, hogy Budapesten ugye a nagy központokban nem feltétlenül értik az emberek helyi gondolatait. Nem feltétlenül értik, hogy mi mivel függ össze, hogy népszerű-e az az ember, és nem attól népszerű, mert Jobbikos, vagy MSZP-s, vagy Fideszes, hanem mert ismeri a város, és a városban magában népszerű. Ugye a Jobbikos politikus győzelmét is azzal igazolták, hogy na de hát ő annyit tett a tapolcai kórházért, ezzel igen népszerű lett, nem a Jobbikra szavaztak, hanem rá. De te közben azt mondod, hogy ez egy félreértés, ez egy tévedés, hogy Budapesten nem értjük, és Budapesten mások a szabályok, mint egy kis település saját választásán. Szerintem nem mások a szabályok, ugye három választás volt a nagy választás után, amit ugye a Fidesz fölényesen nyert, mind a háromat a Fidesz elvesztette, egyiket a baloldal megnyerte, az MSZP megnyerte egyedül, a másikat egy független jelölt megnyerte az összes baloldali párt támogatásával, a harmadikat megnyerte a Jobbik. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon különböző a helyzet, és Budapesten szerintem azért ezt lehet látni. Én magam elemzőként azt gondoltam, hogy ezt a választást a Jobbik nyeri meg. Ami meglepetés volt számomra az, hogy a Fidesz relatíve jó szerepel, tehát tulajdonképpen döntetlen volt az eredmény, mert ugye 300 szavazat különbsége volt. Tehát inkább az a fura, hogy a Fidesz egyébként létező mélyrepülése itt egy jó kampánnyal Tapolcán megállítható volt. Egyébként ha az MSZP egy kicsit jobban szerepel, akkor a Fidesz nyert volna ezen a választáson. Tehát a centrális erőtér akkor tud működni, hogyha két oldali ellenzék van, és ez a két oldali ellenzéki párt megállapodik, ahogy sejtjük Tapolcán történt, meg ahogy itt az alpolgármester választással szimbolikusan megtörtént, akkor bizony nem működik. Na, de akkor hadd kanyarodjak vissza mégiscsak az első kérdés sorhoz. Tehát, hogy mi lesz a baloldal, mit kezdje magával Hiller István után szabadon az a baloldal, amelyik nem akar új pártot, hanem ezt az egész párt konglomerátumot szeretné egybe látni. Főként úgy, hogy értelme is legyen. Hát a Jobbikkal nem, a Jobbikkal kategorikusan nem. A Fidesz-el ugye értelemszerűen nem, hiszen a Fidesz az ellenfél. Akkor egy olyan erőt kell tudni képezni, ami egyedül is képes lehet. Nagyon komoly szerepe van az igényteremtésnek, és jelenleg igen, a Jobbik az volt, hogy igényteremtésnek a Jobbik nagyon jól rátapintott arra, amire szerintem most nagyon sokan vágynak. Biztonságra, nyilván ez a kormánnyal szemben, amikor tehát ez egy egészen másként működik, mint ahogy ezt ellenzékben elképzeli valaki. Én azt látom, hogy azért lehetett, vagy azért jöhetett létre ez az összefogás most itt, mert a Jobbik is változik, és láttunk már pártot nagyon átvándorolni valahova, nagyon máshova, mint ahol indult, és a Jobbik szerintem egy ilyen folyamatban vagy van. Vagy azért, mert a szavazótábora és ezek a pártok is valójában összeérnek, tehát nem egy lineáris modell az igaz, hanem... Ez eddig is tudtuk, hogy a szélső is mennek hát, a Jobbikhoz, tehát jó, csak ez nem mi ezt mondtuk is, és eddig mindenki cáfolta a baloldalról. Most viszont olyan tényekkel találkozunk, amely gondolom a baloldaliakat is elgondolkodhatja. Tamás, meg se szólaltál. Gondolkozom, hogy változik, tényleg változik a Jobbik, lehet, hogy retorikában igen, de ugyanazok az emberek ülnek ott, akik egy éve, két éve olyan dolgokat mondtak, amit én stúdióban nem is ismételnék el utánuk, mert annyira vállalhatatlan, tehát én egyáltalán nem látom. Az igaz, hogy a baloldalnak a szavazótábora egy része legalábbis, az most már vállalja a Jobbikot, ez történt Tapolcán. Tehát van egyfajta ide-oda áramlás. Egyébként szerintem Veszprémben meg az történt, hogy a Jobbikosok szavaztak át a baloldal jelöltjére. Mert olyan alacsony volt a Jobbiknak a támogatottsága. Tehát a szavazók szintjén megvan. És hogyha Hiller István még meg a társai sokat lamentálnak még azon, hogy a baloldalnak hogyan kell összefogni a helyet, hogy tényleg programot kínálnának, akkor egyszerűen ki fog csúszni alóluk a szavazótábor. Ezt kérdeztem reggel, hogy nem fordította a sorrend, azt mondta, hogy nem, mert előbb meg kell teremteni a keretét annak, Jézusom, hogy meg tudják mutatni ez az embereknek. Ez egy sületlenség, tehát ez már be is bizonyosodott, nem is tudom hányszor, hogy... Hát volt, és ez nem vezetett sehová. Hát egész egyszerűen ki kéne állni és elmondani azt, tudjuk, mit szeretnének csinálni. Aztán vagy érkezik szavazat, vagy nem érkezik szavazat. De megint struktúrákba gondolkodni, akkor megint a hatalmi elosztási kérdésekhez fognak vissza. Nem az urak ugye megnyúlással kell foglalkozni. De te csináltál kampányt. Az jó, hogyha három évvel korábban elkezdünk kampányt csinálni? Tehát, hogyha én egy párt vagyok, és azt mondom, hogy 18-ra készülök, és akkor most én elkezdem mondani, hogy mit akarok 18-ban, az eltart addig? Hát semmiképpen nem szabad
szabad, nem is szabad erről beszélni. Amiről kell beszélni most, hogy én hogyan tudom a saját törzsbázisomat megszólítani. A baloldal most az a dolga, ezzel a szétaprózottságával tudomásul jövő, nem fognak összeállni. Tehát nincsenek ilyen Gyurcsány Ferencnek, akinek érdeke az, hogy ezt mondja, ezt értem, hogy a Hiller Istvánnak miért érdeke, hogy, őt, hogy az MSZP-t, ami a leginkább van ezek között, fölzabálja a nem létező pártok, ezt egyszerűen nem is értem, nem látom a logikát, ha csak nem szeretne valami lenni, azt értem a párton belül, és ez most jól hangzik, hogyha elkezdi ezt mondani. A munka ideje van itt. Ugye a Jobbikról sok minden rosszat tudok én is mondani, örülök, hogy ebben Tamással most egyetértünk már, tényleg förtelmes dolgokat művel, és szerintem ebben nem változik a Jobbik. Tehát én azt gondolom, hogy itt az a szöveg megy, a vona azt mondja az ő kollégáinak, hogy gyerekek, most egy kicsit kussoljatok, és akkor majd aztán előtte leszel a belügyminiszter. Semmi probléma, kicsit most nem kell annyira zsidózni. Nem az a lényeg, hogy belül mit gondolnak, de szerintem, ebben nincs igazad, mert szerintem az is érdekes, hogy belül mi van, és itt törzsgyökeres antiszemiták, cigánygyűlölők, elképesztően szélsőséges, egyébként a politikai közbeszédben elfogadhatatlan dolgokat mondó és gondoló emberek tömegei vannak, ahol egy parlamenti képviselő kimegy a cipőköz és beleköp, majd büszkén ezt írja. Ebben nincsen vita, csak azért mondom, hogy ez a jövőben a Jobbiknak a legnagyobb kihívás. Úgy fognak egymást torkának esni párton belül, mert a hatalom, nem, akkor fognak, hogyha majd elkezdenek lefele menni. Amíg fölfele mennek, a győzelem ígérete félreteszi ezeket. Kussoljatok, gyerekek, majd mi jövünk. Ez egy jó szöveg, nekem nem jó, de ezek nekik jó, hogy akkor ebbe az irányba kell menni. Tehát én ezt rosszabbnak látom. De visszatérve a baloldalra, én azt hiszem, hogy azt a munkát kell elvégezni, amit profi módon a Jobbik a maga szavazó bázisában elvégzett. 2002 óta építkezik ez a társaság. 2013 óta változtatta meg vonal a saját irányát, és mondta, hogy én majd egy behúzódó középre, és következetesen végigcsinálta. Ez hiányzik a másik oldalon. Elkezdenek szervezeti kérdésekkel foglalkozni. Milyenek az elmúlt? Ha Hiller idejön, elmondja ezt neked reggel. Ezen túl minden MSZP-s politikus, vagy nem MSZP-s együttes, bárhova bemegy, mit fogtok tőle kérdezni? Hát akkor most mi van az összefogással? Lehet erről beszélni, hogy mi a kihívás? Mit kínálunk az embereknek? Kit szólítunk meg? Nem lehet. Megint belemegy az egész történet. De látod, közben belső hatalmi játszmában. A Párbeszéd Magyarországért kitalálta magának a mindenkinek járó alapjövedelmet. De nem, nem erről fogtok beszélni velük. A DK kitalálta azt, hogy mindenkinek jöjjön egy kevés kis víz, meg egy kevés kis áram ingyen. Ezek már kampányszólamok. Tehát ezek már 2018-ra szólnak, ha nem veszük komolyan azt a DK-s gondolatot, hogy majd 2016-ban előrehozott választások lesznek. Egyébként miért ne? De hát nyilvánvalóan 2018-ra készülnek ők is. Komolyan. Jó, de most ettől most tekintünk el. Mint hogy az ingyen vizet se vehetjük. Épp ugye el fogjuk kopni ezek az üzenetek 2018-ig, ahogy egyébként is. És ezt tényleg nagyon komolyan gondolom, hogy 2018-ig még nagyon sok víz fog lefolyni a Dunán, és a Jobbik még nagyon sok változáson és konfliktuson fog keresztül. Júli, ebben neked lehet, hogy igaza. Már a Jobbik vízi erőműveket akar építeni. Akkor most minek? Akkor most minek kell kampánylózungokkal előállni? Hát most nyilván azért, mert verseny van a baloldalon. Hiller István nyilatkozata, Szekeres Imre megváltó ötletei. De most nincs tapisztal sehol, tehát nincs időközi választás, nincs rendes választás. De a 14-es választást sem tekintik annak, ami eldöntötte volna a baloldalon belüli helyzetet. Az a politikai elit, ami a baloldalt jelenleg megtestesíti, az nem hajlandó félreállni, nem ismeri föl, hogy lehet, hogy a megújulásnak az első lépése az lenne, hogyha ők nyugdíjazzák magukat, és ezért ez a régi gárda verseng egymással, a verseny az pedig a média térben zajlik, kinek van jobb ötlete, kit hype-olnak inkább, ki az, akinek a felvetését felkapja a sajtó. Vannak fiatalok? Vannak olyan fiatalok a baloldalon, akikre, hogyha az öregek nyugdíjba mennek, és az öregek lehet 50 évesek. De hát van egy csomó, szerintem ennél azért jobb a helyzet. Hát azért nézzétek meg, a valószínűleg ma a legfiatalabb vezetése az MSZP-nek lehet a pártok között. Most Gábor, de te is tudod, hogy állt össze. Te gyakorlatilag Mesterházi Attila titkárságát bevitték a parlamentbe. Jó, oké. Tehát gyakorlatilag, aki később világgal tud lenni, azoknak nagyon jó, értem én, de ezzel egy, ha most csak a korosztályi problémákat nézzük, a többi, hát a Karácsony Gergőjék is fiatal emberek, az Együttben is fiatal emberek vannak. De a politikai élettörténetüket tekintve annyira nem fiatalok. Tehát azért, hát bocsánat, azért Karácsony Gergő is ugye már... 2010-ben jelent meg a politikában. Hát bocsánat, közben már ő is váltott egy pártot, már egy tablón szerepel Gyurcsány Ferenccel, tehát azért szerintem az minimum terhelt a politikai ez múlt. Ez biztos, hogy ma még annyit jelent, mint mondjuk 2010-ben. Gyurcsány Ferenc, mivel minden napot van a médiában.
És nem, maga nem, mondta, hogy nem változik az elutasítottság. Tehát, hogy a Tamás ezt szinte vádként mondja, hogy aki egy tablón jelenik meg Gyurcsány Ferenc, az voltaképpen magára mondom, húzza a múltat. Mondom, hogy ez még ugyanazt jelenti ma is, mint hát, 5 évvel ezelőtt? Gyurcsány Ferencnek a népszerűsége semmit nem változott az elmúlt 8 évben, továbbra is ő a legnépszerűtlenebb magyar politikus, az emberek nem felejtették el neki sem a megszorításokat, sem az összödi beszédet. Aki mellé áll egy tablón, az azt gondolom, hogy azokat a politikai bűnöket is a közösség szemében magára veszi. Pláne úgy, hogy előtte azt mondja, nincsen. Hogy elképzelhetetlen, hogy együttműködjön Gyurcsány Ferenccel, és két óra múlva már együttműködni. Szerintem azért problémás, problémás. Tehát, sőt, nagyon hamar felejtenek. Az ellenfelek nem, Juli, az ellenfelek nem. És nyilván az ellenfelek is a pályán. Azért van ott, az ő beszédírója azért van ott, hogy ezeket előássa. Az egy dolog, de a választó az egy egészen más típusú ember, és szerintem talán a leginkább tényleg ez az ötlettelenség az, ami gond. Nagyon-nagyon sok programot lehetne végignyelezni, egy csomó jó példát lehetne adaptálni Magyarországra, és ebben nem látok semmilyen tevékenységet. Már a választást ilyen ilyen kormányt alakítani Jobbik nélkül? Mindenképpen. A választási biztos, rendszer benne? Is ezt segíti elő. Persze, hát azért ez a választási rendszer könnyen. Szóval, ha megnézzük, mondjuk ha a nagyvárosokban, Budapesten, ahol egyébként a baloldal sokkal-sokkal erősebb, mint a Jobbik bármikor is volt, hát azért 7%-ot kapott ez a Jobbikos jelölt a újpesti választása, 7-et, tehát nem 23-at, nem 32-t, 7%-ot, és ha megnézzük, azért Veszprém se véletlen ebből a szempontból, 14%-ot kapott az ottani jelölt, nyilván ez azt is jelentheti, hogy baloldali is átment, mert szerintem azért Fideszről is kopnak le ma már a Jobbik felé szavazók, tehát azért ez ma már nem ilyen egyszerű, radikális a fideszes szavazók, akik eddig szavaztak az Orbánra, a jelenlegi sok probléma látán átcsúsznak. Szerintem ez is megfigyelhető volt a tapolcai választáson, de most ez mindegy. Nem azon múlik, hogy kik ezek az emberek, hanem azon múlik, hogy mit csinálnak, hogy csinálnak-e, adnak-e kínálatot, és én nem is annyira a programot érzem, mint fontosnak. Az esélyt megadják-e, hogy lehet nyerni. Valódal akkor fog tudni előrébb lépni, ha fölmutatja azt, hogy ő nyerhet. Ez pedig csak úgy lehet, hogy olyan kommunikáció van, amiről az ember azt mondja, hogy hát ezek most mások. Nem biztos, hogy az embereknek, hát én a Gyurcsányt, én is egy nagy problémának látom ebben az egész rendszerben. A Gyurcsány Ferencnek van egy komoly bázisa, tehát van egy 200-250 ezer ember, aki a fanklub tagja, és ők akkor is ott maradnak. Hogyha már a Gyurcsány Ferenc rég nincsen, akkor is ők a Gyurcsány fanklub tagjai lesznek, de ők egyébként leszavaznak bárkire. Tehát ha baloldal a Gyurcsány nélkül kínál valakit, akkor tehát a Gyurcsány Ferenc magán múlik ez a dolog. Neki kéne eldöntenie, neki kéne azt a gesztust megtenni a baloldal számára, szerintem, amit sokan megtettünk, nem azért, mint hogyha olyan fontos emberek lennénk, de tudtuk azt, hogy nekünk már nincsen dolgunk abba, ami most Magyarországon politika címen van. Szerintem a Gyurcsánynál sokkal tehetségesebb, tisztességesebb emberek tudtak félreállni, nem sorolok neveket, mert nem akarom nehéz helyzetbe hozni őket, hogy azt mondtam, hogy tehetséges és tisztesség. Tudsz mondani, az a baj. Szerintem te megint ugyanabba ütközünk bele, hogy újakat nem tudsz ugye mondani, ugyanott. Mert szerintem a Juhász Péter, a Karácsony Gergely, ebben az értelemben a Tóbiás József új arcok a politikában. Tóbiás József mióta képviselő? 20 éve? Nem, de hát ez nem hát 20 éve. Hát 20 éve biztosan, mert talán 98 óta, de önmagában maximum. Na de hát, ha ezt nézed, a jelenlegi fideszes fiatal korosztály is ott ül a parlamentben hosszú évek óta, tehát a Rogán Antal se tegnap lett képviselő, van a Lázár János. Egy hangyányi különbség van, hogy jelenleg, tehát nem a Fidesz küzd azért, hogy kormányra kerüljön, hanem a baloldal, tehát hogy... Na akkor most álljunk meg egy pillanatra, mert a Fidesz elvesztett két választást. Amúgy is a Fidesz dolgairól fogunk beszélni a műsor második részében, vagyonvizsgálat hegyek jelek szerint a Fidesz prominenseivel szemben, Barroso szerint, aki halálbüntetésről beszél, menjen az Európai Unióban, lesz miről beszélünk, mindjárt folytatjuk. A Fidesz ügyeivel folytatjuk, miközben a hölgyek, urak másról beszélgetnek, de nem baj, majd mindjárt rátérünk a mi témánkra is. A mi témánk pedig többek között az, hogy hát a jelek szerint ez divattá válik itt, hogy pillanatokként indít valaki valaki ellen, vagy kérelmez valaki valaki ellen vagyonosodási vizsgálatot. Ugye a legfrissebbek szerint Matolcsi György, Orbán Viktor, és nem is tudom, ki került még ilyen módon a célkeresztbe, akivel szemben
vizsgálatot indítanak, de hát, vagy indítatnának az ellenzéki politikusok. Mit akarnának megtudni szerintetek? Azt, hogy ki mennyit lopott, azt, hogy kinek mennyi eldugott vagyona van, vagy egyszerűen csak a nyilvánosság elé akarnak tenni, hogy hogy gazdagodtak meg, akár legálisnak látszó módon azok, akikben ők bíznak? Vagy egyszerűen csak a korrupció kérdését napirenden akarják tartani. Egyébként Orbán Viktorral szemben 2007-ben már lefolyt egy ilyen. Azt egyébként, ha jól emlékszem, Simon Gábor vezette. Mészáros Lőrinc ellen. Ő a következő még, aki ellen szintén indítaná. Hajrá! Nyilván ennek a, ebben a kommunikációs térben, amikor valamit jó lenne mondani, és nincs kellő kreativitás, akkor lehet ezeket mondani, és szerintem még funkciója is van, és a Fidesztől meg lehetett azt tanulni, hogy ha ezeket az ember jól csinálja, akkor ez használja a politikusokat, elhasználja. De engem sokkal jobban érdekelnének azok a kérdések, hogy mi van a Matolcsi 200 milliárdjával, amit kivittek az MNB-ből, és ellenőrizhetetlen alapítványokra. Állampapírokban van. De költik felhatalmazás. Én felhatalmazásom nélkül, mert az MNB-nek szerintem nem a pénzügyi képzés megújítása a feladata. Pedig nem ártana az ország. De hát abszolút nem ártana, csak szerintem nem a Magyar Nemzeti Bank dolga. Tehát ha erre van a magyar államnak 200 milliárdja, ami egyébként a... Tényeket tiszteljük. 200 milliárd az állampapír, és annak a hozamából végez közhasznú tevékenységet ez a néhány alapítvány. Ettől még fontos, hogy foglalkozunk vele, hogy pontosan mit csinálnak, de szerintem az a cél, hogy a pénzügyi oktatás meg legyen újítva, az egy nemes cél. De hát nem erre vannak az egyetemek? 80-as elejé óta ezzel foglalkozom, tehát tudom, hogy ez mit jelent, és nagyon fontosnak tartanám, hogy a magyar állampolgárok végre egyszer ne úgy oldják meg a keletkező problémáikat, hogy az állambácsi kifizeti, lásd devizehitel, vagy lásd most éppen a Questor botrány, ami nagyon érdekes tapasztalata az embernek, hogy hát tulajdonképpen még a kamatokat is kifizetik, hogyha én beteszem egy kockázatos üzletben nem a pénzemet. Nem fizetik el kamatokat? Hát eredetileg úgy volt, majd meglátjuk a végét. És hát a törvényjavaslatban nem ez van, és az eredeti törvényjavaslatban az volt. Kívül, még nem látjuk a végét. Kamatok nem voltak benne. De az eredetibe benne volt, én azon háborodtam fel a legjobban. Tehát én azt gondolom, hogy nem akkor a magyar, nem a magyar nemzeti, tehát engem az kevésbé érdekel, mint állampolgárt, hogy a Matolcsi Györgynek otthon mennyi pénze van, őszintén mondom. Az, hogy mi történik a Magyar Nemzeti Bankban ma, az baromira érdekel, és nagyon örülnék, hogyha erről lenne szó, lenne asztalra téve, és sorolhatom tovább a példákat. Tehát azt gondolom, hogy aránytévesztés azzal foglalkozni, ha csak nincs, mert a Mészáros Lőrincet ez ügyben speciálisnak gondolom egyébként. Na jól értem, ezzel Lázár János is egyetért. Tehát, sőt, ő maga vetette ezt fel, hogy azért meg kéne nézni, hogy ez hogy van. Tehát valaki, aki polgármester egy kis faluban, ami egyébként Orbán Viktor szűke pátriája, kivesz a múlt évben 1,1 milliárd osztalékot a saját cégeiből. 1,8 milliárd. Tehát majdnem kettőt. Az engem is érdekelne, hogy ez hogyan megy, milyen fantasztikus. Már csak azért is esetleg Matolcsi taníthatná, hogy így kell ezt csinálni. Tehát ez lehetne egy kurzust indítani Mészáros Lőrinc, mint jó gyakorlat a meggazdagodás útján. Tehát ezek a dolgok érdekelnek. Az, hogy most a Matolcsinak mennyi pénze van, miben él, hát az engem kevés. Hát ott vannak a vagyonnyilatkozatokat, azokat nyilván meg lehet nézni. Csak ha az MNB-hez visszakanyarodtál, szóval ugye, amikor folyamatosan ment a vita, hogy mennyi legyen az alapkamat, akkor ugye a baloldali közgazdászok, pártok mindig azt mondták, hogy tehát muszáj magasan tartani. Azóta kiderült, hogy le lehet ezt szorítani egészen alacsonyra. Ezzel ugye az évente olyan körülbelül 150 milliárd forintot spórol meg az ország. Ennyit nem fizetünk ki kamatszolgálatra. És egyébként engem senki sem kérdezett meg annak idején, hogy akarok-e mondjuk akár 10-12%-os alapkamatot fizetni külföldi befektetőknek, akik itt parkoltatják a pénzüket, vagy akár magyar bankoknak, akik semmilyen produktumot nem tettek hozzá a pénzforgatáshoz. Az egész egyszerűen csak fogták a pénzedet, és bevitték, és államkötvényt vásároltak belőle, és ebből nagyon-nagyon jól éltek. Én hát azt gondolom, hogy ha évente... Alacsonyabb kamat miatt nem élnek olyan jól hát azért. De ez egy világ. Éppen azért van szükség ezekre az alapítványokra, mert egy iskola is megbukott, nem csak egy menedzsment. Te is emlékszel arra, hogy ezek a viták mentek, hogy ha... Meg én is ültem itt, meg Ágoston is, és vitatkoztunk erről 2-3 év, hogy le lehet vinni az alapkamatot, vagy nem. És jöttek a riogatások, hogy nem, azt nem lehet, elszabadul az infláció. Ez borzasztó, ez közgazdasági botorság. És kiderült, le lehetett vinni
2% közben le lehetett vinni. Közben a világgazdaságban nulla alá mentek, negatív kamatok jelentek meg. Ahhoz képest, amikor... Akkor is 1% volt az Európai Központi Banki kamat, amikor 10% volt. Uraim, hát ne ragudjatok már. És van egy jó gazdaságpolitika, és van egy jó gazdaságpolitika. Alapítványok oktatási programja neked valójában. Van egy jó gazdaságpolitika, ami miatt valóban most már lehet csinálni. De a lényeg az ez, és ezzel rengeteg, hát rengeteg pénz fúrol meg évente az állam. Ha azt mondja már, annyit hagyom mond, neked, mond, köszönöm mond, szépen, mond. Nagyon kedvesek. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy amikor ezekről az időkről beszéltek, a 2000-es évek végetáján, a világban a kamatszintekhez képest a magyar kamatszintek persze magasabbak voltak, de nem voltak magasabbak arányaiban, mint amennyivel ma többet fizet, 5-6%-ra lehet állami értékpapírokat ma Magyarországon vásárolni, a Magyar Nemzetbank közvetítésével egyéb iránt, miközben mondom nulla, mínusz százalékban vannak a kamatok. Ha az arányokat nézzük, ma ugyanúgy túl sokat fizetünk, a pont többek között azért, ezért a gazdaságpolitikáért. Csak ezt nem most kell kifizetni, jó, hanem majd később kell kifizetni. Szóljál mondjuk a hitelminősítő intézeteknek, nemzetközi hitelminősítő intézetek, akik mind hülyék akkor, na hát napi hogy, kapcsolatban természetesen. De találkoztál már velük, hogy valójában nincs akkora baj ebben az országban, ha ránéznek a makroadatokra, azok nagyon kedvezőek, mert ha például felminősítenék Magyarországot ezek a hitelminősítők, akkor lehetne csökkenteni az állampapíroknak a hozamát. Tehát akkor mégiscsak magasak a hozamai az állampapíroknak. Igen, erről vitatkoztunk, tehát annyira tényleg, mint hogyha déjà vu érzésem lenne, ugyanitt ért véget a legutóbbi műsor, amikor így ültünk itt. És egyébként ez az egész, hogy visszakanyarodjunk oda, onnan elindultunk, ez mindig egy tényleg egy ilyen pótcselekvés, egy politikai pótcselekvés, amikor másikat feljelentgetjük, meglebegtetünk valamit. És ha már itt az MNV-hez kötöttünk ki, az, hogy kell képezni, vagy kinek a feladata, az nem írja felül azt, hogy egyébként ezeket a cselekvéseket, az állampolgári ellenőrzést, azt a civil szervezeteknek, meg a civil társadalomnak kéne önmagától elvégezni. Tehát egy normálisan működő társadalomban nem kellene erre közpénzből képzést teremteni, hanem már meglennének az intézmények. Szerinted az oktatási rendszert akkor privatizálni kellene például? Hát ez egy tehát másik már azt mondod, hogy nem szabad közpénzt fordítani oktatásra. Bocsánat, közpénz feletti közpénzt. A felsőoktatásnak egy jelentős része privatizálva van, tehát van egy csomó magánfőiskola, magánegyetem is működik Magyarországon. Egyébként a legjobb minősítésű magyar egyetem az egy magánegyetem, jelzem. Messze jobb, mint az összes többi. A CEU-nak van a nemzetközi rangsorban messze a legjobb helye. Tehát azért én nem tartanám egyáltalán elvetendő. De ezt a kérdésre a válaszodat. Szóval mondom, te privatizálnád az oktatást? Nem ez a fontos kérdés itt. De a modern államokban a közoktatásra... Nem 25 éve a rendszerváltás után kell megteremteni azokat az intézményeket, amik egyébként annak szükségesek, hogy normálisan... De Júlia, mégiscsak arról van szó, hogy egy pénzügyi iskola megbukott 2012-ben legkésőbb. A Magyar Nemzeti Banknak kell csinálni egy pénzügyi iskolát. 2014-re kiderült, hogy az új monetáris politika rendkívül sikeres. Minden adat erre vonatkozik. Miért ne lehetne meg az igény? Várj egy pillanatot, csak hogy értsük a kedves nézők, hogy te miről beszélsz. Az unortodox pénzügyi politikáról beszélsz, amit Matolcsi György így nevezett. Mi szerint is ez lép a megbukott, korábbi ismert pénzügyi politikák helyére. Na de itt jelenleg az összes szakértő, aki nem matolcsista, azt szokta mondani, hogy rövid távon lehet, hogy Matolcsi Györgynek igaza éppen volt. Hosszú távon rengeteg kérdést vett fel, például a magyarországi szegényedés, a szociális állóhiánya. De ezekkel mind foglalkozni kell. De azért mégiscsak, hogyha ránézünk az adatokra, akkor az összkép sokkal kedvezőbb, mint ez 4 évvel ezelőtt. A szegény szótól rázza a fejét. Nem, az MNB-től lejutni egy lépésre a szegényekhez. Tehát ugye nem, a gazdasági politikát tudjuk el, Tamás, szerintem azért ezt értett. 2010-ben tönkszerén volt az ország, most egyébként az egyik legjobb növekedés adatunk van, alacsony a hiány, csökken, már erről múltkor vitatkoztunk, szerintem csökken az államadósság, valaki szerint nem, de lényegében nem nő, az egész biztos, ebben szerintem megegyezhetünk. Tehát szerintem a helyzet alapvetően, a gazdasági helyzet jó, ezt egyébként az IMF-nek a jelentése is megerősítette. És hogyha, ha ez a helyzet, akkor van egy sikerrecept, azzal foglalkozni ez kell, van, tudományosan ki kell fejteni,
És még valami, ez nem kérdés, de Matolcsi, hogy akarja saját magát oktatni a Magyar Nemzeti Bank pénzéből? Ez nem annyira komikus, mint aminek gondolod szerintem. De ez eléggé komikus. Tehát a Matolcsi, hogy szeretne egy ilyet, akkor gondolom a magántőke megmozdul, mert annyira sikeresnek látják ezt a receptet. Van, aki örül annak, hogy Soros György Egyeteme a legnépszerűbb Magyarországon, mások meg azt mondják, hogy ez egy közösségi feladat. Most csúsztatsz. Mások meg azt mondják, hogy közösségi erővel kell színvonalas, nemzetközileg is elismert egyetemeket létrehozni. Figyelj, nem értem most ezt a szembeállítást, de mindegy. Politika létező dolog volt, vagy unortodox gazdaságpolitika, az egy létező, ám kisebbségben levő gazdaságpolitikai ágazat volt. Hosszú-hosszú évtizedek óta, Magyarországon most ezt felfedeztük. Egyébként jó dolog, hogy felfedeztük, mert az egész világban válságba került egy bizonyos típusú gazdaságpolitika, amire a magyar rendszer is épült. Most nekem abszolút nem az a bajom, hogy ezt képezzük és ezt tanítjuk. Tanítjuk minden egyetemen, ami ezzel foglalkozik Magyarországon, tanítsunk. Sőt, szerveződjenek egyébként civil kezdeményezések, akik ezt, vagy akár piaci szereplők fizessenek ki komoly összegeket azért, hogy ezt oktassuk Magyarországon. Okay. Én csak azt mondom, hogy tényleg elkezdtünk onnan, hogy politikai botrányok és feljelentgetés, meg vagyonvizsgálat, és kijutottunk oda, hogy akkor most milyen állapotban van Magyarország, ami fontos, csak hogy nem innen indultunk el. Miközben Júli, te mondtál az előbb ezzel kapcsolatban egy fontos mondatot, ha jól emlékszem, akkor azt mondtad, hogy ez pótcselekvés. Tehát ezek a fajta feljelentések, tehát ezek voltak éppen politikai pótcselekvést jelentenek csupán, de hát közben meg a korrupció gyanújának a folyamatos felemlegetése, Gábor mondta az előbb, egy jó eszköz is. Hát, de ezért mondom, tehát végülis ez egy kommunikációs eszköz, mindkét fél használja, ezek legitim. De ez pótcselekvés. Hát most, tehát lehet ennek a rendszernek érdektől... az egyik ismérve a korrupció. Ugye ezt szokták az ellenzéki oldalon mondani. Nyilván ez egy kommunikációs tematizáció az ellenzék oldaláról, ami most... ha úgy vesszük, hogy nemzetközi összehasonlításban Magyarországon nőtte a korrupció, sem, egyébként nem nőtt, vagy nem látjuk azt, hogy a környező országokhoz képest elmozdultunk volna, vagy akár kiugróan más lenne az eredmény. Szerintem nincsen ezzel semmi baj, csak lássuk, hogy ezek egyébként kommunikációs eszközök. Politikai termékek, ezt is mondtam. Na, hát azért a korrupció, az önmagában nem kommunikációs termék. Én azt gondolom, hogy az, hogy most elkezdjük a Matolcsi György vagyonnyilatkozatát, azt pótcselekvésnek érzem, de az, hogy a korrupcióval az ellenzék foglalkozik, ez a dolga. Tehát azt gondolom, hogy elsődleges. De most hallottuk, hogy nem lehet a korrupció valójában, tehát mégiscsak pótcselekvés. Attól még kell a korrupcióval foglalkozni, tehát én a korrupció kell foglalkozni. De ha nem lehet a korrupció, akkor mégiscsak egy kampány pótcselekvés, nem? Ugye abban az értelemben ugye megváltozott a korrupció természete, most az állam került ebbe a középpontjába a korrupciónak, ugye nem a vállalatok profitját, hanem a vállalatot veszik el attól, aki nem a megfelelő politikai oldalon áll. Most éppen ugye Simicska kollega kerül ebbe a helyzetbe, hogy miután szakította az értelemben az a fajta korrupció, ami szerintem a magyar közéletben teret nyert, az egy egészen újszerű, új típusú, és szerintem méreteit nézve is jóval nagyobb, mint eddig bármikor. Tehát ezt, és szerintem a kutatási adatok is ezt mutatják. Magyarország a korrupciós indexben előrébb lépett sajnálatos módon, mint volt mondjuk a 2000-es évek közepetáján. Tehát én ezt egy borosztó... És ezek az indexek biztos egészen megbízhatóak. Nem, hát ugyanúgy, ahogy megbízhatatlanul... Tehát a 2000-es évek közepetáján sokkal jobb volt. Az összes nemzetközi szervezet is ugye mind tulajdonképpen azért jött létre, hogy Orbán Viktor rendszerét megbuktassa. Ez a fő célja. Tehát az összes nemzetközi minősítő más se csinál, mint otthon csorgó nyállal mondja, hogy Orbán takarodj. Ugyanígy vannak ezzel a korrupciós indexek készítők. Senkinek nincs igaza. A józan paraszt elvégezhetjük ezeken az indexeken. A magyar gazdaság. Koalíciós államtitkár voltál. Akkor jobb volt a korrupciós helyzet Magyarországon érdemben, mint jelenleg? Igen, abban az értelemben volt jobb, hogy nem az állam volt a központjában a korrupciónak. De ez komolyan így gondolod, mind a mai napig? Nem, én azt gondolom, lehet, hogy a baloldal válsága ilyen tíziseken van. Azt gondolom, hogy amikor egy országban egy miniszterelnök a saját házától 10 méterre a magyar állampolgárok pénzéből fölépít saját magának egy stadiont, egy 1100 fős faluban, vagy 1600 fős, vagy 3500 fős stadion, ez maga a korrupció. De
Igen, és mi lenne, Gábor, úgy vennéd, hogy egy miniszterelnök a kapcsolati rendszerét megpróbálja kihasználni arra, hogy létrejöjjön egy utánpolgárkérdő. Szerinted ez normális? Ágoston, hát az is korrupció, hogyha egy miniszterelnök a saját miniszterelnöki súlyával visszaélve felépített magának egy stadiont. Bármelyik támogató tiltakozott, hogy ő nem akar támogatni. Bármelyik támogató merhet tiltakozni? Merhet tiltakozni? Hogy tiltakozni? Szerintem egy normális esetben nem támogat valaki, aki nem akar támogatni. Hát egy normális esetben igen, de nézd meg a TAO támogatásokat a sportegyesületeknél és mindent. Ezen állami cégek voltak, amik a támogatást finanszírozták. Ez nem igaz. Hát a szerencsejáték RT-től kezdve az MVM-en keresztül a MOL-ig, aminek jelentős állami tulajdon rész van, mert meg kellett vásárolni mindenképpen, mert ez a hát és a Sivicska birodalom cégeje, hogy dehogy nem kellett volna eladni, megvásárolni nem kellett. Elég nagy Bancsintól vásárolta meg Putyin legjobb állítólagos barátja. Itt épül a azok, akik ma legjobban aggódnak Putyinnak a térnyerése miatt, azok adták el. Pillanat türelmet hadd kérek, a halálbüntetés feldobása, a bevándorlás elleni, nem, a bevándorlás elleni egészen furcsán felperzselődött, vagy felszikrázott vita. Ez nem a korrupció elfedése az Európai Uniós 750 milliárd zárolása és hasonló ügyek elfedésére szól? Komolyan kell venni azt, hogy Orbán Viktor halálbüntetést akar? Komolyan kell venni azt, nem, hogy Lázár János halálbüntetés párti? Komolyan kell venni azt, hogy Magyarországnak a maga jogába vissza kell kapnia a soha el nem vett halálbüntetés kiszabásának jogosítványát? Miről szól ez? Ezt a kérdést nem értettem. Nem? Ez arról szól szerintem, amit a miniszterelnök mondott, hogy meg kell vitatni a kérdést, és itt az ideje esetleg, mivel a brit választások után következő 2 évben egy nagyon komoly európai vita fog megindulni, Nagy-Britannia halálbüntetés vezetéséről, a hatáskörök újraelosztásáról. Itt az ideje, hogy a halálbüntetés kérdése esetleg kerüljön vissza nemzeti hatáskörbe, mert azért legyünk őszinték, hogy a bécsi cukrászdával kampányoltak, amikor 2004-ben beléptünk az Európai Unióba. Ezt ma reggel mondta, hogy Orbán Viktor marhasságot beszél, azt hiszem szó szerint idézem, mert hogy soha nem vették el a halálbüntetés törvénybeállításának jogát Magyarországtól. Ez minden államnak ma is nemzeti joga. Az egy más kérdés, hogy aláírtunk bizonyos szerződéseket, amelyek ezt kizárják. Lehet, hogy ő beszél butaságokat. Nem feltétlenül, neki ez a szakmája. De nemzetközi jogászként, ha egy nemzetközi szerződésben van egy ilyen, akkor 2 dolog van, vagy megsértik a nemzetközi szerződést, vagy kilépünk. Az Európai Unió nem szabályozza a halálbüntetés kérdését. Az Európai Unió alapjogi kartájában szerepel az, hogy a halálbüntetés elfogadható. És még oly sok minden más. És ez egy nemzetközi jó szerződés. Ha jól értettem, mert hogy nagyon lelkes és lelkes olvasó vagyok, te is azt gondolod, hogy a halálbüntetés elfogadhatatlan. De ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne róla beszélni. Én azt gondolom... De nem akarjuk bevezetni, akkor minek? Azért, mert ez a büntetőjog szigorításával a megfelelő eszközök. Hát most arra, amikor azt mondod, hogy nem akarjuk, akkor ki nem akarja pontosan? Magyarország. A de bocsánat, állam, az embereknek a 65%-a minden felmérés szerint támogatja a halálbüntetést. Én nem támogatom. Én nem támogatom. Érdekel, hogy én mit támogatom, mert van egy 10 milliós politikai közösség. Viszont mi nem vagyunk reprezentálni. De befejezhetem a mondandómat. Minden felmérés szerint, és ezt szerintem senki nem is vitatja, Magyarországon 65% az embereknek egyébként támogatja. Ezek után azt mondani, hogy nem támogatjuk, ilyen királyi többesben, azt szerintem azért ugye az egy nagy képviség. Ugye a magyar kormány elméletileg a magyar társadalom képviség, legalábbis Orbán Viktor mindig erre hivatkozik. Ő azt mondja, hogy nem. Mert én azt gondolom, hogy ha valamiről az embereknek egy ennyire markáns véleménye van, a kétharmaduk azt mondja, hogy ők egyébként ezt támogatják, úgyhogy a politika ezt nem tartott a napirenden az elmúlt 10 évben. Hát tehát teljesen maguktól... Jobbik napirenden tartott az elmúlt 10 évben de nem volt a homlokterében a pártprogramjának, nem ezzel kampányoltak, és ennek ellenére az emberek 65%-a úgy gondolja, hogy már pedig ők igenis szeretnék. És hadd mondjam meg, hogy ha nem általánosan tesszük fel a kérdést, tehát úgy, hogy általában a halálbüntetést, hanem szituációba helyezzük, hogy mondjuk Szita Bence gyilkosait, akik élve temettek el egy gyereket, akkor azt gondolom, hogy ez az arány még sokkal magasabb. Mert abban a pillanatban mindenki számára átérezhető, hogy miről is beszélünk. Én csak azt akarom mondani, hogy ebből nem következik az, hogy be kell vezetni. Ebből nem következik semmi. Csak hogy beszélni kell róla. Azt mondom, hogy ha tabúvá teszed azzal a megkötéssel, hogy erről már egyszer döntöttünk, és erről soha többé nem lehet beszélni, azt szerintem a legostobább és legantidemokratikusabb érvelés. És a legveszélyesebb is, mert Tamás. Ezáltal nő meg az igény. Mondd el, te aztán majd válaszolok én is Tamásnak. Jó, de hát ne vicceljetek már. Hát erősítés kapott a baloldal. Ki lehet az ordas eszméket persze mindig szabadítani a palacból, meg azt lehet mondani, hogy... Ordas eszme? Miért ordas eszme? Számomra egy ordas eszme, ne haragudj már, ebben különbözőkkel gondolkozunk, hogy az állam valakinek elveszi az életét. Én ezt borzalmas
hibásnak tartom, már csak azért is, mert a tévedés kockázata mindig van. Pont Magyarországon, ahol egyébként miniszterelnököket is akasztottak időnként föl, és tudunk konkrét ügyeket mondani, ahol az elmúlt néhány évben akasztottak volna, nem tudom milyen halálbüntetésre gondol Orbán Viktor, tehát nem ismerjük a részleteket még sajnos, vagy szerencsére, hogy egy nyilvános akasztása, vagy csak szűkebb körben lesz majd. Tehát ennek az elővétele én szerintem a lehető legrosszabb, és ilyen alapon természetesen bármit. Hát tudok neked egy csomó olyan dolgot mondani, amit szívesen csinálnának az emberek, szívesen lenne, ha azt elővenném, hogy mondjuk mindenki alanyi jogon kapjon Magyarországon egy 2,5 szobás lakást. Erre a magyar társadalom 75%-a... 75%-a ettől még egy kormányfő nem veheti ezt elő, mert felelőssége van abban, hogy egy ország miről beszél. Mert felelőssége van ebben. És egyszerűen sajnos módon, vagy szerencsére Pokorni Zoltánnal kell egyetérteni ebben a kérdésben, aki azt mondja, hogy ez egy borzalmas, ócska dolog ezt előrángatni. Semmi ok nincs, egy ok van. Politikai érdek. Nem. Szerintem két ok van, nem csak a leplezés, hanem a Jobbik kottájába való játszást. Az Orbán Viktor azt látja, hogy ma már ez a Jobbik valójában veszélyezteti a Fidesz bázisát, ezért be kell szállni abba, hogy túl dobni a Jobbik álláspont, és sorba elővenni. Vona Gábor azt mondja, ugye, szerintem joggal, hogy ma Orbán Viktor tulajdonképpen Jobbikos, csak még nem tudja, majd fölismeri, mert azokat a szövegeket nyomja, ugye ez volt a... Hogy Vona Gábor fideszes, csak még nem tudjuk. Tudjuk, hogy az volt. Egész egyszerűen ténylegesen ez nem a korrupció elfedésére, vagy egyéb ilyen tematizálásról szólt, hanem nagyon erősen a Jobbiknak a témáinak az elcsaklizásáról szólt. Ez az egyik dolog. A másik dolog meg, ha tényleg európainak gondoljuk magunkat, akkor szerintem nem kell félni attól sem, hogy adott esetben ilyen dolgokról vitázzunk, mert az a vélemény szabadságnak az alapja. Ha az antiszemitizmus Magyarországon egyébként magas az antiszemitizmus, mert a cigány ellenesség 80% fölött van. Akik ma a cigányságot nem fogják. Az azt jelenti, hogy akkor a kormányfőnek ki kell állni, és azt mondja, hogy el a cigányokkal innen. Ez a válasz el? De Gábor, mert ez nem alapértékű az újság, hogy rosszul esik hallgatni. De miért azért rosszul esik? Hát akkor maradjunk ennél a problémán. Szerintem Orbán Viktor ennél okosabb, mint a cigány ellenesség ilyen erős Magyarországon, az azt jelenti, hogy beszélni kell arról, hogy mi a gyökere ennek a problémának, és kezelni kell. Bocsáss meg, nem azt a témát vetette fel Orbán Viktor, hogy nem elég elrettentőek a büntetések, amiket nem igaz. Tényszerűen nem igaz. Ezért gondolkodnunk kell. Gábor azt mondta, hogy a három csapás nem bizonyult elegendőnek. Hát az bizony nem, mert éppen ezért is iszonyatos nagy baromság. Lánci Tamásnak is választani. Azért nem bizonyult. El kell gondolkoznunk azon, hogy a halálbüntetés visszaállításáról beszéljünk. Nem azt jelenti, hogy be akarjuk vezetni, mondta Orbán Viktor, tehát ezt a fajta elitista vitádat ne velem folytasd, hanem vele, én csak őt idéztem. De ez az elitista vita, ez zajlik. Hát gyakorlatilag abban a pillanatban, hogy Orbán megszólalt a miniszterelnök, abban a pillanatban, hogy megszólalt, soha az Európai Unió ilyen gyorsan még nem reagált valamire. Ott is egy csomó az ember ül, és azért ők is Orbán Viktor alá komolyan emberek vagyunk. De Gábor a néppártiak. De nem gondolt, hogy ők komolyan gondolják. Ez egy alapérték. Nem gondolt, hogy a Barroso nem. Barrosónak nincs már tétje ebben a dologban. Ő komolyan azt gondolja, hogy egy európai ember azokat az európai alapértékeket, hogy az állam nem veszi el valakinek az életét, az komolyan veszi. Amikor eurókommunista volt, akkor csinálni. Nem tudom, hogy így gondoltál, de mindegy, ez nem ez teljesen mindegy. Amikor Orbán Viktor liberális volt, biztos nem akart halálbüntetést. Tehát ez ilyen. Nem tudjuk, fogalmunk sincs. Hát én tudom, ebben veled én tudom, mert én akkor is. Valójában ez a vita arról szól, hogy meg kell találni azokat a büntetőjogi eszközöket, amelyek alkalmazhatók hatékonyan, és amelyek a társadalom többségének támogatása. Akkor ezt kell élvezi. Mondani, Ágoston, ez nem ugyanaz van, ne haragudjál. Kommunikációval foglalkoztál te is 20 évig, lehet, hogy egy kommunikációs erős kezdés az alkalmas egy értelmes vitának arra a alkalmas, hogy ezeket a szerintem elfogadhatatlan indulatokat felszínre hozza. Ez arra alkalmas. Ti érdekel ki? Az ennyi, mert nem azoknak az ember, akik azt gondolják, hogy itt az ideje. Te indulataid voltak a legerősebbek. Nem láttál engem még indulatos. De most nem is fogjuk ezt már megnézni. Viszont köszönöm, hogy eljöttetek. Önöknek köszönjük a figyelmet. Egy hét múlva ugyanebben az időben ismét csak viszontlátásra. Jó éjszakát.